Majd utóbb beszélünk, jó? Meg erről amúgy sem fogok beszélni, mert nem ezért vagyunk. Látom, hogy maguk ide bekészültek, rendéztem a szép sárga trikókat. Nem fog sikerülni, tesókáig, nem fog sikerülni. Jól szólok előre. Nem csak ez a kérdés, hogy keresem, amit hagyjátok, arra kapta. Nem vagyok rá a kíváncsi, gyerekek. No? Igen, nekem van egy kérdésem. Amikor a feleségetek menjetek már el innen a látszás. Menjetek el innen. Az én kérdésem az, hogy most miért higgyünk Orbán Viktornak, miért higgyünk a Fidesznek, amikor... Nem erről beszél! Nem erről beszél! Tehát miért higgyünk Orbán Viktornak, miért higgyünk a Fidesznek, amikor 3 éve azt mondták, hogy majd senkit nem hagynak az útszélén, megmentik a semzeliteleseket és elszámoltatják a bankokat, és most egy rakás ember tetszik az utcára. Akkor miért higgyünk 3 év múlva a Fidesznek? Köszönöm! Két számmal rövődnek. Keresd meg a csúcsát, mi próbálják. Keresd meg! Ezt már egyszer elhoztál, hogy megadta a körülbelül az országot, hogy vagy megtanít, már adjunk meg egy körülbelül egy fországot, ez az arány. Nincs itt a helyet. Kérem szépen. Nem erről szól az egész, hogy meghallgató, nem? Én is megőrzöm nyugalmat, higgadtságot. Megpróbálok nyugodtan és higgadtan, és röviden válaszolni, aztán menjünk haza. Nos, akkor tisztelt Uram, röviden, nyugodtan és higgadtan. Első pont. Amikor 2010-ben ez a kormány átvette a hatalmat, akkor ez az ország szájszélig, alsó fogsorig állt a devizahitel. Az önökével együtt, meg az én anyáméval együtt, amit mostanában volt erőm és energiám rendezni, bár még mindig nincs egészen. Alsó fogsorig álltunk a devizahitelben, mert volt megelőzően egy kormányzat, amelyik úgy látta jónak, hogy ezt az országot devizában fogja eladósítani, amíg emlékeznek 2002 és 2010 között. Csak a televízió reklámokban, hogy azok miről szóltak, hogy hogy kell és miképpen kell hitelt fölvenni, ha emlékeznek még arra, hogy 2002-ben, amikor elvesztettük a választást, akkor még a választási kampányban Medgyessy Péter mit is mondott? Mindazon intézkedéseket, melyeket a Fidesz kormány hozott, és amelyek szerintük jók, azt nem, hogy nem törlik el, hanem tovább viszik, sőt meg fogják duplázni, és mit említett első helyen a választási kampányban Medgyessy? A Fidesz kormány által bevezetett államilag garantált, nem változó kamatú lakásépítési forint hitelt. Mit mondok Medgyessy? Ezt nem, hogy tovább visszük, hanem még sokat adunk, mert hát ez zseniális. Az első intézkedésünk volt, hogy ezt megszüntették, az államilag garantált kamatozású, értelemszerűen alacsony kamatozású forint hitelezést beszüntették, és jött helyette a reklámkampány, mindenki legyen föl frankó kis devizahitelt. És mindenki fölvett frankó kis devizahitelt. Fölvették az állampolgárok, fölvették az önkormányzatok. Ne tévedjünk, azok is mi vagyunk, az önkormányzatok is mi vagyunk. Mi is történt? Rémlítnék? Medgyessy 100 napos programja? 50%-os közalkalmazotti béremelés. Innen indultunk. Megvan még? Bevezették, mindenki örült, mint majom a farkának. Majd 1,5 év múlva azt mondták, hogy az állam nem fedezi többé a bérköltségeket,
majd a szeretve tisztelt önkormányzatok mostantól csengessék ki a saját tanárainknak, egyebek mellett, az 50%-kal megemelt fizetést. Mit csináltak az önkormányzatok? Elkezdtek devizában elokulsolni, hiszen ők is így kaptak a bankoktól legegyszerűbben és legkönnyebben hitelt. Az önkormányzatoknak is el volt mondva ugyanaz, ami a szeretve tisztelt állampolgároknak. Vagy az, hogy azért kell devizahitelt fölvenni, mert jóval alacsonyabb a kamat, és mindenki nyugodjon meg, mert semmi nem fog változni, vagy számos bank nem is adott forint hitelt, csak devizahitelt, hogy világos legyen. Ez az ország 2010-ben alsó fogsorig állt, állampolgárait és önkormányzatait tekintve, amelyek szintén mi vagyunk. Az önkormányzat nem egy önálló entitás, aki nyomog a levegőbe. Az önkormányzat mi vagyunk? Az a mi önkormányzatunk, a mi tanáraink, a mi önkormányzati szerveink, a mi körzeti orvosunk, a mi bölcsödénk, mindenünk. És ez mind tökig devizában eladósodva állt 2010-ben. Jött egy kormány, és gyakorlatilag az egész tetves világgal szembe menetelve azt mondta, hogy ezt felszámolja. Emlékezzenek vissza 2010-ben, és 2010-től kezdve 3-4 éven keresztül itt mi zajlott ezen a fronton. Emlékezzenek vissza, hogy arra, amikor azt mondta a magyar kormány első lépésben, ez volt az első, hogy most akkor, aki tudja, aki teheti, egy összegben visszafizetheti, és a bank pedig mehet anya kesélni. Aki egy összegben visszafizette, az mentesül egyszer és mindenkor a probléma alól, mert ugyanis ezelőtt úgy nézett ki a helyzet, hogy elviszik a kegyedék házát, mindenit, és egyébként még önök méltóztatnak 5-8-10 millióval tartozni a banknak. Miután már elvettek mindent. Az volt az első lépés, hogy ez nincs több. Meg akartak minket ölni. Mindenki. Az Európai Uniótól kezdve a bunkbánatig, hogy ez a demokrácia halála, ilyet nem lehet csinálni. A szabad piacgazdaságban, hogy egyáltalán az állam mit szól ebbe bele? Így volt? Így volt. Nem. Jött a második lépés, forintosítjuk a devizahitelet. Igaz? Nem, de a forintot. Az devizásítjuk a forintot. Akik mögött ott áll az IMF-től kezdve mindenki. Az egész világ, az egész világgal szemben kellett önmagába azt a harcot megvívni, hogy forintosíthassuk a devizahiteleket, és kellett kialkudni egy árfolyamot, amit nem az újjúból szoktunk, hanem levittük annyira, amennyire ez egyáltalán lehetséges volt. És forintosítva lettek ezek a hitelek egy árfolyamon, tudom én, mindenki az lett volna a legjobb, hogyha hitelfelvételkori árfolyamon tudjuk forintosítani. Csak ez nem Orbán Viktor úri passziója, hogy milyen árfolyamon forintosítja. Ha ön, uram, egyszer az életben, öt rohadt percen, végig kellene, hogy élje azt, hogy a magyar miniszterelnök kikkel, hogy és miképpen harcol, és milyen áron, milyen kompromisszumokat kénytelen kötni, maga öt ilyen percbe beledöglene. Csak hogy világos legyen. Drága nagypapám, nem volt egy tanult ember, de öcsületes, tisztességes, igazi sváb parasztember volt, neki volt mindig az a kedvenc mondása, kisfiam, hülyének lenni a legkönnyebb. Ezt követően, a forintosítás követően, mi is történt? Már nincs is olyan nagyon messze ide, és emlékezzenek, hogy abból mi volt. Mit is csinált még a kormányzat? Fölépített egy komplet rakópartot úgy, hogy aki sem az előtől veszte,
sem a forintosításban, sem semmiből nem tud kikeveredni, annak ne az utcára kelljen mennie, hanem legyen olyan lakópark épült, hogy sokan az eredeti lakás, amit elvett a bank, az a nyomában nem ért annak, amit építettek neki. Hogy világos legyen. Továbbá azt is mondta az ez a szemét kormány, hogy rendben van, még van egy lehetőség és még egy megoldás. Én kifizetem a bankot, én megveszem a lakásodat, és te visszabérled tőle. Azt vagy vissza tudod egyszer vásárolni, hogy összeszeded magad, de minden esetre az a bérleti díj, amit nekem, mint államnak fogsz fizetni, az egy megfizethető bérleti díj lesz, és abban fogsz élni. És mindezek után még egy kis apróságot is tett ez a kormány, az összes magyar önkormányzat devizahitelét átvállalta és kifizette. Hadd kérdezzem már meg a kötelező tisztelettel. Még mi a fekete rossz sebet kellene csinálni ennek a kormánynak? Még micsoda? Még nem fejeztem be. Még mit? 100 milliárdokat csengettünk ki. Egyébként nem a kormány. A kormánynak nincs pénze. Ő fizette, ő, meg én. Meg én. Mindannyian. Hogy a szeretve tisztelt devizahitelesek ne kerüljenek az utcán. Ki mit szeretne még? Csak az önkormányzatok átvállalt adósságból csodákat lehetett volna tenni a magyar egészségügyben vagy a magyar oktatásban. Csak nekünk oda kellett ezt a kis lét kicsengetni, például azért, hogy az önkormányzatok ne húzzák le a rólók. Például azért, hogy a tanárok kapjanak fizetést egyáltalán. Ezt mind a kormány kellett, hogy megcsinálja. Egy olyan helyzetben, amiben egyébként ezt az országot átvettük, szeretve tisztelt uraim. Egy olyan helyzetben, nyakigérő szarban kellett ezt mind megcsinálni. És ez a kormány megcsinálta, és ma ebben az országban, a rendszerváltás óta először 5. éve, nulla az infláció, nem romlik a forint, betartjuk az Európai Unió által előírt, csak mi tartjuk be, betartjuk azt a nyomorult, előírt hiányösszeget, hiányszázalékot, csak ennyi. És ma a Magyar Nemzeti Banknak pozitív a szaldója minden évben. Szét is szórja. Miért beszélünk? Mit kéne még csinálni? Mit? A bankokkal megfizetni, amit okoztak kárt, és nem a állampolgárok pénzéből. Majd amikor elzárják a nyugdíjszakot. Ennyit óhajtottam elmondani, korábbi jobban, nem óhajtunk az útjából.